Téli Budapest Kupa 2015 elnevezésű négy négyfordulós légfegyveres versenysorozat második fordulóját rendezték meg március 21-én az épül Budapest Tahi úti lőterén. A sorozat harmadik állomásán Bukovszki Péter és Porkoláb Gábor az újpesti torna egylet színeiben átlőállásba. Ez a sport heti többszöri edzésmunkát, szellemi és testi felkészültséget is igényel. A szerencsi fiúk jól szerepeltek, hiszen Bukowski Péter a fiú légpuskások 60 lövése számában az első helyet, míg Porkoláb Gábor a junior fiúk légpisztoly 60 lövése számában a hatodik helyet szerezte meg, azonban ez az eredmény nem veszélyezteti az ifjú sportlövő dobogós helyezését.